Ki, micsoda előkelő fideszes parti volt Tihanyban. Lezajlott a Transit Fesztivál, a NER balatoni házibulia. Csak úgy vízhangzott a tranzittól Tihany. Még több közpénzt! Pénzt, pénzt. Ezt még a Holdról is hallották. Ottan tetszelegtek egymás előtt a Fidesz közpénzen hízlalt megafonos propagandistái, Orbán kis pincsiei, és hát voltak ottan idomított hívők, megélhetési tapsolók is. Éljen Viktor! Nem baj, ha éhen halunk! Követlek, sírodik! Na meg pár oligarha és kormánypárti képviselő. Már alig várták a NER lovagok, hogy végre újból találkozzanak. Hogy mutogathassák egymásnak, hogy kinek milyen a legújabb mercie, ki hány milliárddal károsította meg a költségvetést büntetlenül, nyilván tanácsot is adtak egymásnak, hogy hogyan kell a budai hegyekben és a Balatonon eltüntetni az erdőket, hogy villákat és lakóparkokat építhessenek tájvédelmi körzetben lopott uniós pénzből, és gondolom aztat is megünnepelték, hogy sikerült eladni az országunkat a kínaiaknak. Ahogy az várható volt, kizárólag kormánypárti újságírókat engedtek be, hogy tudósíthassanak a helyszínről. Persze azért, hogy ne érje szó a ház elejét, meghívtak pár ellenzéki képviselőt is biodíszletnek, beszélgető partnernek, akik rendre bohócot csinálhattak magukból, az előre leszervezett fideszes közönség előtt, akiknek az volt a feladata, hogy a kormánypárti képviselők megszólalása alatt tapsikoljanak, az ellenzékiek megszólalásakor pedig hangosan röhögjenek, fütyüljenek, huhogjanak. Hallott? Hát ez a Márki-Zay, hát ez nem normális, hát hallott? Mit keres itt ez a hülye, ez a izé Lipsi? Hát mindjárt ketté vágom. Ez is a Gyurcsánynak a katonája. Hát én csak az Orbán szeretem. Volt vidámság is, felléptek a NER humoristái, Kövér László és Schmidt Mária, az abszurd humor hazai képviselői, akiknek az egyik legjobb poénja az volt, amikor kijelentették, hogy nyugaton már mindenki kommunista. De jó pofa, mondja ezt a bajszos, MSZMP-s munkásőr házmester Kövér Laci, akinek otthon lóg a pufajkája fogason. Imádtam azt a rendszert, imádtam! Na meg a zavart elméjű, terrorháza fantomja, a Marcsi is ottan puffogtatta az okosságokat. Mindenhol kommunizmus van, a nyugat hanyatló, csak Magyarország jelenti Európában az egyetlen egy biztonságos és stabil helyet. Köszönjük, Marcsi, jobbulást! De ott volt még a tranziton Gáspár Győző, a NER tudományos tagozatának alapítója, aki elmondása szerint sokat türelmetlenkedett, ugyanis minden jelenlévő fideszes politikussal fotózkodni akart. Megjegyzem, nem értem, még ő türelmetlenkedni? A fideszes párfipista is megmondta, hogy türelemmel kell lenni a pedofilokkal szemben. Ahogy ezt elmondta, ki is rúgták a kis muslincás Pistát. Csóri, úgy látszik Pálfinak nem csak a pancsolt házibora, hanem az agya is megbudjant. Lehettek volna kicsit elnézőbbek. Hát a Pálfi részéről ez csak egy ilyen neres elszólás volt. Bezzeg, ha ezt nem nyilvánosan mondta volna, hanem egy privát Fidesz gyűlésen, már rögtön mehetett volna átvenni a Kossuth díjat. Ott tapsolt volna a kijelentése után neki a Bayer meg a semjén. Bravo, bravo! Így tovább! Na de visszatérve, Győzike végül számtalan fideszes politikussal fotózkodott. More, tévedés történt! Nem én fotózkodtam velük, ők fotózkodtak velem. Ott állt mellettem ez a kis ropi gyerek, a kakadó, az Aksis Peti. Ó, hogy szopjam le a tarajat a fejéről. Imádtam az illatát a Petinek. Mondtam is neki, szeretem a bőröd illatát, more. Közpénz szagod van. Különben nagyon jó volt ez a transzi fesztivál. Fotózkodott velem a miniszterelnök úr is. Mondtam is neki, hogy more, végre, adócsalók egymás közt. Hát ez a transzi fesztivál volt az adócsalók éves találkozója. Nagyon sok volt a sztár. Ott volt még ez a pontyarcú gyerek is, a Rogán Tóni. Valamit megokott nekem, de megmondom őszintén, nem igazán értettem. Csúnyan be volt alva a Tóni. Szerintem a Dajcs Tomi kínálta meg a Tojtoj Budi mögött valami fehér porral. Ó, gyerekek, hogy halljak meg Tihanyban. Végre találkoztam a megafososokkal is. Jött ez a kis trombitás gyerek, ma messziről lendítgette a karja a törömében, mikor meglátott. De a legszebb, legmeghatóbb pillanat az volt, amikor meghágattam Orbán Viktort. Ahogy belépett a terembe, rögtön megnéztem, hogy megvan-e még a pénztarcam.
aztán fölment a színpadra, és ez a pohár Daniel beszélgetett vele. Hát megmondom őszintén, sokat nem fogtam fel a beszélgetésből, valamit a pöcséről magyarázott a Viktor. Utána meg sokan tapsolták neki. Gyerekek, azért szeretem a Fideszt, azért is lettem partag, mert tudok velük azonosulni. Egészen pontosan azt mondta Orbán Viktor, idézem. A kétharmad áll, mint a cövek. De az még csak hagyján, hogy egyfolytában áll. Ami igazán fontos, hogy még a végét sem látni. Persze, hogy nem látni a végét, mert már mindannyian bevettük. Találkozzunk az önálló esélyeimen, ahol nem csak politikai humor, hanem celebparódiák és mindenféle történetek lesznek. Fellépek ismét Szegeden, Nyíregyházán, Érden, Miskolcon, Debrecenben, Pécsen, Szombathelyen, Székesfehérváron és további városokban is. Budapesten december 30-án pedig egy előszilveszteri gálaestel készülök, ahol feltűnik Taxis Józsi is. Jegyek kizárólag online kaphatók a tixa.hu/Somogyi András oldalon. És iratkozzanak fel a YouTube csatornámra is.